Ja, hogy Jonathan nem mond semmit se? Akkor egy nagy hello mindenkinek, az én nevem Vitpro, és ez pedig itt a Jumurdzsák gyűrűje, az ötödik nappal. Hamarosan befejezzük a játékot. Hát ez az ötödik és egyben utolsó nap, amit fogunk tölteni itt Egerben. Nos, az előző részben annyi történt, hogy megtaláltuk Jumurdzsák gyűrűjét. Kiderítettük, hogy mi volt a boldogiak címere, boldogiak hordója, és hogy mi volt a kincs benne, és meglett a gyűrű. Úgyhogy ez frankó. Ébredtünk Julival, és hogyha minden igaz, hogyha visszanyünk, akkor már nem lesz bent. Tehát így kisurrant mellettünk, úgyhogy... Igen, kisurrant mellettünk, úgyhogy észre sem vettük. Vagy lehet a fürdőszobában van. Nem, nincsen. Na jó van. Tehát ilyenkor mondta múltkor Jonathan, hogy honnan tudná elkezdeni a gárdonyival való személyes ismerkedést. És én mondjuk elmondtam akkor, hogy a gárdonyi házban kapjuk meg erre a választ. Nem, most nem zavarhatom. Láthatóan nagyon elfoglalt. Ja, máshonnan nem is tudjuk megközelíteni ezt a témát. Úgyhogy haladjunk is, mert ez egy bitangol hosszú nap lesz. Nagyjából megvan minden Nem, hát ez a napon még jó sok terület kerül majd felfedezésre Eger területén, ugyanis ma sétálni is fogunk a városban egyet. Mondjuk ilyet akartam volna csinálni az első részben, hogy egy ilyen nagy körsétát csinálunk, csak gondoltam, hogy mondjuk az ötödik napon így is úgy is meg kell lesz tenni, tehát tökre mindegy. Úgyhogy visszajutottunk a gárdonyi házhoz. Yeah! Na. Csupa titok, csupa rejtvény ez a ház. Gárdonyi maga is ilyen ember lehetett. Na mindegy, információ kell nekünk Gárdonyiról. Kezdj csokolom. Ó, John fiam, mi járatban erre? Tudja, azt hiszem, sikerült egy nagy lépést tennem afelé, hogy bebizonyítsam Jámbor Miska bácsi igazát. De az utolsó ajtó kinyitásához még egy kulcs nagyon hiányzik. És gondolja, hogy ezt a kulcsot itt találja a gárdonyi házban? Látja, Iza néni, abban nem vagyok biztos, hogy pontosan itt van valahol a házban, de biztos, hogy gárdonyi körül keresendő. Tudja, van egy olyan titok, amit csak az író és Jámbor Zsigmond, azaz Jámbor Miska bácsi nagyapja tudott. Jaj, fiam. Mi történt? Mi a baj, Iza néni? Jaj, fiam, mit csináljak én magával? Velem, Iza néni. Hogy tetszik ezt érteni? Nem is magával. A lelki ismeretemmel. Ő is rájött, hogy a Jonathan lopott. Hát tetszene magyarázni. Tudja, John fiam maga nagyon rendes fiú. Aha, igen. Miskát is nagyon kedveltem. De miért velem történik mindig ilyesmi? Valamit eltitkolt előlem, Iza néni? Jaj, dehogy is, csak éppen ma érkezett. Mi érkezett? A csomag a Miska nevére. Ide érkezett csomag a Miska bácsinak? Igen, már hónapok óta várta. Levelezett azzal a német emberrel. A nem is német, az magyar. Csak Németországban él. Valamilyen fontos iratokat kért tőle a breznai gyűjteményből. Breznai? Ki ez a breznai, és miféle gyűjtemény? Sok idegen szó. Mindjárt kiderül. Híres egri város történész volt. Nagyon sok érdekességet, cikket írt Egerről, sőt, egy könyvet is írt a régi Egerről, a 18. századról. Nagyon kedvelték Egerbe, arra én is nagyon jól emlékszem. Aztán tervezett egy másikat is a 19. századról, de sajnos az már nem készülhetett el, mert közben kitört a háború. Mindenféle tiltások léptek életbe, úgyhogy arra nem kerülhetett sor. Nem sokára meg is halt szegény. A házába menekülteket telepítettek. A több ezer kötetes könyvtárát széthordták, minden fontos iratot. Miska nagyon sok időt töltött azzal, hogy próbált felkutatni olyan embereket, akiknél esetleg fellelhető valamilyen fontos irat, vagy valami, amire szüksége volt. Aztán egyszer csak választ kapott Hamburgból, ettől a német embertől. Nem tudom, hogy mit talált, de Miska nagyon örült. Borzasztóan várta ezt a csomagot. És most megjött a csomag. Benne a Miska bácsi által várva várt eredeti dokumentummal, ami minden bizonnyal a családi titok felkutatásához egy fontos adat. Igen,
Igen, most megjött, de hát végül is ez a múzeum címére jött. Még akkor is, ha nem is várták. Persze, a Miska se várta. Iza néni, segítenie kell. Én nem akarok semmilyen becsületlen dolgot elkövetni. Na, itt megígérem magának, hogy ezeket a dokumentumokat minden egyéb általam összegyűjtött információval együtt az illetékeseknek átadom, ha a végére jártam ennek a szövevényes ügynek. Maga mondta Iza néni. Folytatom azt, amit Miska bácsi elkezdett. Neki odaadta volna, nem? Hát persze, hiszen annyira várta, szinte naponta érdeklődött felőle. Látja? Akkor nem szaladt volna, hogy átadja a múzeumnak. Ha jó van, na ne pöröljön velem. Már amikor a mondjuk jogos. Már akkor arra gondoltam, ha már Miskának nem szerezhetek örömöt ezzel a csomaggal, hogy fog ennek örülni ez a John fiú? Hát ahhoz képest... Nem jött oda hirtelen. Senki meg nem tudja, hogy tőlem kapta. Számíthat rám. Nagyon köszönöm. És amit megígértem, megtartom. Miska bácsinak is, és magának is, Iza néni. Tudom én azt. Maga nagyon rendes fiú. Aztán vigyázzon rá. És magára is. Jó, na... Lényeg az, van egy csomagunk. Na most, van egy olyan jelenet ebben, hogyha ezt a csomagot kinyitjuk, akkor utána fog történni egy jelenet. És tök mindegy, hogy melyik helyszínen nyitjuk ki, azon a helyszínen fog történni az az adott jelenet. Tehát ez többször lett fölvéve, és nem tudom, hogy hol nyissuk ki ezt a csomagot, mert általában mindig itt a Gárdonyi ház előtt nyitom ki ezt a csomagot. Mert úgy sose derítettem ki azt, hogy összesen mennyi jelenet készült el így ebből. Na mindegy, megmutatom akkor itt. Legyen itt. Tehát kinyitjuk a csomagot. És tisztelt Jámbor úr, remélem soraim jó egészségben találják. Elnézést kérem, hogy csak most tudok önnek válaszolni, sokáig külföldön voltam üzleti úton. Ezúton küldöm önnek azokat a nevezetes dokumentumokat, valóban a tudomásom szerint is Gárdonyi Géza írta őket, de valamiféle titkos írással. Oh snap, hát azt mi kívülről vágjuk. A hírek szerint egy bizonyos breznai gyűjteményből származnak. A papírosokat még édesapám hozta magával Magyarországról. Ő a teleki piacon talált rájuk néhány más ritkasság társaságában, még az 50-es években. Sajnos én nem sokat tudtam velük kezdeni, lévén nem tudom elolvasni a titkos írást, de nagyon jó állapotban őriztem a papírokat. Gondolom ön Egerben a múzeumban sokkal könnyebben hozzá tud majd férni a megfejtéshez, és valóban ezek azok a szövegek, amelyeket oly régóta keres. Levelében arra kért, hogy jelöljek meg egy méltányos összeget, amiért megválnék ezektől az iratoktól. Nos, sokat gondolkodtam a dolgon, és arra jutottam, hogy én ezeket itt magának ajándékozom, Jámbor úr. Nem kérek értük semmit. Számomra értéktelenek, és nem is szorulok rá, hogy ilyen módon bevételhez jussak. Remélem, sikert ér el velük a kutatásaimban. Azonban, ha módja van rá, kérem egyszer, írja meg nekem, mit jelentenek ezek a kacifántos betűk vagy jelek. A meghívását köszönöm, ígérem feltétlenül felkeresem, ha legközelebb Eger felé vinne az utam. Ó, szegény. Hát, ezt már a Jámbor nem fogja megkapni. De Andreas Korompainak köszönjük szépen a kutatásokat, meg a levelet is. No kérem, akkor... igen, ez a levél. Itt a titkos írás. Ez is egyértelmű. Ez ugyanaz a kézírás, ugyanazok a karakterek, mint az általam megfejtett cetli esetében. Akkor pedig könnyű dolgom van, hiszen ismerem a megfejtés kulcsát. Bizonyám, és nem véletlenül volt ide pakolva ez a titkos írásos kódtábla, ezt össze kell kombinálni ez a papírral. Nagyon jó. A kulcs tökéletesen működik. Lássuk, mi áll a rejtjelezett szövegben. Nagyon sok minden, az a helyzet. Nagyon sok olvasnivaló van ebben.
ez 5 darab, nagy darab puzzle. Mind az 5 eléggé nehéz. Jó, nem mindegyik. Van, amelyik eszméletlenül értelmetlen, de azért néhányat meg lehet fejteni úgy magunktól is. Na mindegy. Ember, aki balgaságnak gondolod e sorokat, jusson eszedbe nem céltalan fogyatintám írásom mementó egy remek férfiúrként. Férfiúr, na jó van. Tudjátok mit? Én nem fogom ezt törni, ezt a régi fajta magyartot. Olvassátok, hogyha szeretnétek. A lényeg az, hogy 5 könyv mutatja az utat. Ezt az 5 könyvet kell majd megkeresnünk. És mindegyik könyvhöz van egy ilyen kacifántos, nagyon gyökér leírás, hogy hogyan kéne ezeket, hogy hogyan kell ezeket megkeresni. Annyi jó dolgunk van, hogy mind az 5 darab könyv itt van Egerben, pontosabb a könyvtárban. Úgyhogy oda fogunk majd menni legközelebb ezeket megkeresni. Illetve van még ez. Egy csillag, amelynek 5 csúcsa van. Mire utalhat mindez? Ez is a könyvekhez tartozik, úgyhogy menjünk el a könyvtárba addig. Szabad egy szóra, kis barát! Ereszen el! Ne ficánkolj, azzal csak rosszabbul jársz. Ide hallgass, 10-ig számolok, és te odadod azt, ami nálad van, de nem a tiéd. Nem értem, pénzt akar? Mit hagyok oda? Ne csináld ezt velem, érteszte minden tisztán. Találtál valamit. Attól még, hogy azt te találtad, az nem a tiéd. Én elviszem a jogos tulajdonosághoz, de ha nem adod ide szép szóval. Én kipaszírozom belőled, arra mérget vehetsz. Meg nincs rám semmi, amit maga akar. Én nem találtam semmit. Nem tudom, hogy miről beszél, kérem. Jól lenni velem, kis barátom. Kérem, ereszen el. Én nem adhatom oda azt, ami nincs. Na jó, legyen úgy. Most elengedlek. De ha átversz. És még egy jó tanács. Tegyél le a szimatolgatásra. Azzal sokkal jobban jársz. És azzal még jobban, hogyha felszívódsz. Mintha itt se lettél volna. Megértetted? Nem akarlak még egyszer meglátni. Érthető? Ne lássalak meg még egyszer! Ez egy középiskolás bulli. Azt hiszem, hogy megértettem. Na, igen. Szóval ezt a jelenetet nem tudom még, hogy hány helyen lehet betriggerelni, viszont hogyha a könyvtárban nyitjuk fel ezt a dokumentumot, akkor a könyvtár előtt kap el. Hogyha... Azt hiszem, a kávézó előtt pont nem, viszont a városházánál ott igen. A szenátorháznál ott mondjuk nem, azt hiszem, arra nem emlékszek. Viszont... Hát ez az, és ezt még sosem néztem meg, hogy ezt a jelenetet még hányszor vették föl. De minden esetre eléggé érdekes. A lényeg az, hogy meg lettünk fenyegetve elég kőkeményen. És most erre a figurára vigyáznunk is kell pluszban. Mert kicsikét föl fogja tartani az utunkat. A lényeg az, hogy ezt a ürgét tényleg komolyan kell venni, mert ez nem viccel. Tehát, hogyha megtalál minket még egyszer, akkor hát bever nekünk egyet. És hát ez igazából, hogyha túl sokáig csinálja, akkor az nem tudom, hogy ez okoz-e bármit is, vagy csak lelassít minket, vagy idegesít, vagy megijeszt. Ilyen jumpscare alert. De mindegy, megmutatom majd, hogy hogyan kell ezt a figurát counterelni, mert van neki egy jó megoldása. Isten hozta, uram. Nem zavar, kérem. Nos, sikerült megalkotni a címert azokból a kacifántos mondatokból? Igen, sikerült. És nagyon hálás vagyok a segítségéért. Nem tesz semmit. Talán most is tudok segíteni. Látom, hogy ismét valami rejtvényen töri a fejét. Régi könyvek. Gárdonyi azt írja egy helyen, hogy vannak olyan könyvek, amelyeket ő is csak egyszer láthatott. Meg tudná mondani, melyek lehetnek ezek? Ezúttal lehetetlen, kívánom. Gárdonyi valószínűleg nem is egyszer járt a könyvtárban. Diák évei során meg szinte biztos, hogy sokszor megfordult nálunk, hiszen ide járt iskolába. Azonban arról nincs semmi feljegyzés, hogy is volna, hogy mely könyveket látta, de főleg arról nincs, amelyeket sosem, vagy mindössze csak egyszer láthatott. Ugye érzi, hogy ez megoldhatatlan feladat? Nem megoldhatatlan, csak nincs a kérdésre azonnali válasz. Nézze. Ha mond egy könyvcímet vagy szerzőt, bármit előhalászok magának, olyan könyveket is, ami mások számára nem megtekinthetők, mert
maga komoly embernek tűnik. De ha nincs elegendő információnk... Miért? Nyomozok tovább, és ha találok valamit a könyvekkel kapcsolatban, még visszatérek. Ebben egész biztos voltam. Maga sosem adja fel. Jöjjön csak. Magam is kíváncsi vagyok, milyen könyvekre utalt ilyen titokzatosan Gárdonyi Géza. De miért mutatna meg olyan könyveket, ami másoknak nem elérhető? Ez az, hogy csak komoly embernek tűnik, ez nem elég indok. Jó embert, a könyvtáros vagy. Hát a ritka könyveket nehogy add már oda egy ilyen tolvaj kezébe. Na jó van. Lényeg a lényeg. Először is megmutatom, hogy hogyan kell ezt a ránk küldött ügynököt kordában tartani. Az a helyzet, hogy technikailag nem tudjuk, csak megnézni, hogy jelenleg Eger területén hol tartózkodik, és itt fog kellene nekünk ez a kamera obszkúra. És meg tudjuk nézni, hogy ez a távcsön, hogy hol tartózkodik éppen. Ja, lámpa. Ez az a hely, ami segíthet nekem. Na? Kávézónál is el tudnak kapni? Hoppá, akkor nézzünk szépen végig mindent. Amúgy is felfedeztünk már nagyon sokfajta új területet is, tehát legalább meg tudjuk nézni egy madártávlatból. Ez nem nyert, itt nincsen az űrge. Jó, tovább Gárdonyi ház. Értelemszerűen a gyűrűt kereste, és kiküldték ránk. Tudják, hogy megtaláltuk a gyűrűt. Pont azért, mert Juli nyomogatta a gombokat, és észrevették, hogy valaki használatba vette az eszközt, úgyhogy... Igen, ezt köszönjük szépen Julinak, hogy ránk hozta a balhét. Jókai utca 2. Itt volt ugye a Jumurjáknak a sírja. Hogyha majd sétálgatnunk kell az a városban, akkor ez marra kényelmetlen lesz így. Hol a büdös francban vagy te? Remélem olyan helyre vagy, ahol éppen menni akarok. Önöret. És ennek is nincsen más dolga, mint hogy jobbra-balra mászkálni az egész városban. Hogy beülne egy kávézóba, enne egy reggelit, vagy ebédet, vagy mit tudom én, hány óra van már. Néprajzi múzeum. Ott a török sírkövek voltak, meg az a zenész nénike. Mondjuk oda is kéne menni. Jó van. Azt viszont nem tudom, hogy milyen sűrűséggel változtatja a pozícióját ez a figura. Szenátorház. Várna a kapu ajtóban. Igen, hazamegyünk? Hazamegyünk, kispofám. Itt sincsen. Next. Hol vagy te? A török fürdőjén van, akkor megnyúzom, mert oda akarok menni először. Jó van, oké. Okay. Jó van, akkor török fürdőhöz megyünk. Turinform. De az Frankon hol van? Tud olyan helyen lenni, ahol, ami nincsen még a térképünkön? Ezt mondjuk nem tudom. Ezek szerint olyan helyen van, ami nincsen rajta a térképünkön még. Jó van, hát akkor egyelőre tudunk sétálgatni jobbra-balra. Fogjuk rá, hogy eddig megúsztuk. De lényegében ide kell majd följönni mindig megnézni, hogy merre császkál. Nehogy aztán kiüssön minket, csak úgy. Na jó van.
Akkor első könyvet nézzük. A lényeg az, hogy nem a könyveknek a címét fogjuk keresni, hanem ezek mind a szerző nevekre utalnak. Tehát, hogy nincsen rendes feliratozás, és valami olvasható betűtípus. Oké, szóval a halottakon átvezet az út. Elsőként ismerd meg a német császárt, aki 10 évet élt. Majd vedd, mi Boldizsárból maradt, ragyogja be emlékünket a csillag fénye. Ja, és mindegyik utolsó sorban ilyen egy darab csillagról van szó, tehát erről a csillagra utal. Tehát ismerjük meg a német császárt. Jó. Ismerjük meg a német császárt. Menjünk ismerkedni. Öreg, benn van tanár úr? Magának is. Csak így cipőben már megint. Igen, bocsánat. A tanár úrhoz jöttem. Ja, igen. Bent van. Már ráncos az ujja vége. De ki ne rángassa onnan. Van még vagy egy órája. Ó, persze, dehogy. De jó sokat van benne a vízben. Inkább maga menjen, mint hogy ő jöjjön ki, mert akkor a doktor úr engem kinyír. Na, menjen már. Jaj, ez a figura. Csak így cipővel? Hát azért nem látom a lábamat sajnos, olyan kövér vagyok. De hát cipővel kell a cipő, mert különben megfázna a lábam, meg koszos lenne. Jó napot, Cifra úr! Jó napot, tanár úr! Hogy van? Szóval csak úgy amerikájunk kérdezi, vagy tényleg... Amerikájul asszonya! Nem értem. Na mindegy, persze, hogy nem érti. Egyébként jól vagyok, köszönöm. El se tudja képzelni, hogy mennyire nem bírom elnök a víznek a büdös szagát. De az orvosom azt mondta, olyan korú lehet, mint maga, hogy jót tesz nekem, higgyek neki. Ő is hitt nekem az iskolapadban. Na tessék! És ha én is felültettem őt, és nem is úgy zajlott le a történelem, Hát, ha megengedi... Hát, akkor te is beszaptad a ranyapám, mert te se gyógyulsz meg. Na, mondja, mit akar? Jó van. Nem kétlem, hogy már így elsőre butaságnak tűnhet a kérdés, de muszáj feltennem. Lehetséges az, tanár úr, hogy itt Egerben egy német császár van eltemetve valahol? Most maga szórakozik vele? Német császár? Honnan vesz ilyen egetverő madarságot? Hát mondjuk jobb is föltette volna a kérdést. Az árnyéka betakarna az egész dobóteret. Mondom, tisztában vagyok vele, hogy ez így nem állja meg a helyét. Hát nem bizony, fiam. Találjon ki valami okosabbat. Esetleg valakinek a beceneve lehetett az, hogy német császár? Hát ez elég gyenge volt, fiam. Lehet, én nem tudom. Ilyen nevű embert nem ismer Eger történelme. Egyáltalán. Németek laktak valaha a nagy számban a városban? Na látja, ez már valamivel jobb. Persze ott laktak. Tudja mit, keresse meg a Rókus kápolnát. Ott mellette van egy régi elhanyagolt temető. Oda temetkeztek régen az itt élő németek. Hát, ha ott fekszik a maga koronás fője. Micsoda őrültség. Ó, hiszen ez nagyszerű. Megmondaná, hol találom ezt a kápolnát? Nincs messze a belvárostól. Kelet felé keresse. A Maklári útnál. Egy kis dombon van. Vadregényes hely, tetszeni fog magának. Nagyon jó kiránduló hely amúgy. Viszlát, és jobbulást. Aztán szóljon ám feltétlenül, hogyha megtalálta a német császárját. Szeretném magam feltárni a sírt. Viszlát! Hát az a helyzet, hogy akkora nem annyira nem lesz nagy fogás az a német császár. Ja, amúgy, by the way, hogyha... visszamennék a könyvtárba, és úgy gépeljük be a könyvtárosnak a neveket, hogy nem mentünk végig ezeken a szempontokon, akkor is megmutatja a könyveket. Tehát nem muszáj az egész napot így körbejárni a nyomok után, meg megkeresni feltétlenül személyesen ezeket a neveket. Elég csak, hogyha begyögjük a gépbe, és megkapjuk a könyveket, illetve a csillagdarabokat, és igazából egy 5 perc alatt meg lehetne csinálni azt az egész napot, de csak a végjátszásnak a kedvéért csinálom ezt. Na, Rókus kápolna.
az egy nagyon szép hely, jártunk ott, mikor Egerben nyaraltunk, viszont nem tudom, hogy ott van-e a mi emberünk, úgyhogy bocsánat, de én újra bejövök ide és megnézem a biztonság kedvéért. Mindenképpen be kell jönni és megnézni, hogy nincs véletlenül ott az emberünk, mert az úgy nem lenne valami kellemes, hogyha ott kapnék egy taslit. Csak nem mint hogyha valami fontos dolog lenne. A rohadt lámpát kérem. Az is furcsa, hogy itt csak itt egyedül vagyunk bent. Nézzük, Rókus kápolna. Ah, itt van. Na. Na. Szabad a pálya? Úgy néz ki? Szabad. Szuper. Akkor biztosan, hogyha új térképünk, új helyszínünk van, akkor megváltozik a pozíciója. Jó, nem. Ugyanúgy nincsen semmi. Akkor az, hogyha új helyet kapunk a térképen, akkor nem változtatja a pozitúráját az emberünk, de az még mindig aggaszt, hogy nem tudom, hogy hol van. Lehetséges, hogy az akkori érsek kertben van, talán. Na jó, menjünk Rókus kápolna. Nagyon jó kiránduló hely amúgy. Jó, sokáig tart, mire fölérünk erre a dombra. Valóban romantikus hely, és egy kicsit sem baj, hogy nem éjszaka kerestem fel. Romantikus hely ez neked? Jó ember! Miről beszélsz? Hol romantikus ez neked? Ez egy temető! Maximum a kihalt szót mondanám rá. Hú. Jó, mondjuk mikor én voltam itt fent, akkor ezek a bokrok ezek itt nem voltak. Hát, hogy egy másik úton. Na mindegy. Maga a helyszín az amúgy tényleg tök frankó. Na de a lényeg az, hogy ezt kell keresnünk. Ezt a németet. Tehát német császárt. Majd vedd, mi Boldizsárból maradt. Ja. Elfelejtettem, hogy hol van Boldizsár. Hát ez nem nyert. Ez csak egy egyszerű sírkő, ezt eltüntettem. Ez se az. Ez... Ó, ezt is meg lehet nézni. Nem csak le van fotózva. Hova tűnt Boldizsár? Pedig itt kell lennie valahol. Ez az talán. Nem, de csiga. 2-3 csiga is. Az meg nem tudom, hogy csiga vagy moha. De nincsen rajta semmi se szegény. Aha. Megvan Boldizsár. Talán ő a szegény Boldizsár, akinek a nevéből sem sok maradt napjainkra. Talán Bancsis Boldizsár. Talán egy B betű. Ez meg fene se tudja. Na mindegy, szóval a Boldizsárunk. Ja. Ő volt az egyik, akit keresni kellett. Jó. Ah, szépen látható információ. Jó régi cucc ez is. Ahhoz képest egész jó állapotban van, gondolom ezt is felújították már néhányszor. Ó, hátát is meg lehet nézni. Zsíros bödön. Ezzel mi van? Nem is lehet elolvasni. Jó, akkor folytatás. Ez is üres. Várj,
Mégis van valami rajta? Nem, csak meg van kopva a szegényke. Szegény névtelenek. Mondjuk sírkők azért nincsenek annyira jó állapotban. Tehát látszódik, hogy senki le se szarta ezeket. Ja, ez lesz az? Mi kell nekünk? Ja, igen. Nem, ezt a szegény kislányt igen korán eltemették. A vezeték neve pedig... 10 év. Ez az. 10 év. Tehát a lényeg az, hogy nekünk a német császár, az a szószoros értelmében kell úgy értelmezni, hogy német császár. Tehát nem úgy, hogy német császárt kell megismernünk, hanem a császár szó németül az a Kaiser. És innen van Kaiser Vera, ki 10 évet élt. Ugyebár? Aki 10 évet élt. Úgyhogy ezt a nevet kell összefonni, meg a Boldizsárt. És jó sokat kellett próbálkozni vele, amíg elérkeztünk odáig, hogy a név, az első könyv, amit keresünk, az Veráncsics. Mert a Boldizsárnak a vezetékneve, meg a Kaisernek a keresztneve, ami nekünk kellett. Úgyhogy, yeah! Spájzoljuk be akkor az első könyvünket. Ez igazából gyorsan megvolt. Őszintén megmondom, amikor először játszottam ezzel a játékkal, akkor is gyorsan megvolt ez az első könyv. Tehát ez még ez az egyértelműbbik közé tartozik, ami így... Még hát kettő névből, így ebből ki lehet logikázni, hogy mit, hogyan, merre, hány méter. És akkor... Ki is kölcsönözzük a könyvet gyorsan, mert igazából csak kikölcsönözzük, nekünk nem a maga a könyv a lényeg, hanem ami benne lesz a könyvben. Jöjjön, csak jöjjön! Haladta a nyomozással? Mondhatni. Tudnék mondani önnek egy nevet. Minden bizonnyal az egyik könyv szerzője. Rendben, betűzze, kérem, beírom ide a keresőbe. Na, és ide igazából rögtön be is tudjánk gépelni mind az öt könyvet, és mindet megkapnánk így instant. Úgyhogy, de csak a eredetiség kedvéért. V-E-R-A-N-C-S-I-C-S. Magának ördöge van. Itt van, Veráncsics. Egy 16. századi misekönyv fűződik a nevéhez. Nagy becsben tartott darab. De megígértem, hogy még a páncélszekrényt is kinyitatom magának. Hát várjon egy percet, mindjárt szólok a kolléganőnek. Ilonka, Veráncsics, 16. századi préfációnál-e, páncél GH1628-as kódszám alatt. Mostanra kellene, köszönöm. Egy perc, és Ilonka bekészíti önnek az olvasóba. Szuper. Ez az Ilonka amúgy nem fogjuk őt sose látni, viszont mara gyorsan dolgozik, tehát egy perc se kell, hogy kikészítse oda a könyvet. Tehát ő rögtön szalad és nyomatja. Oda néz. Itt is van a régi könyv. Kíváncsi vagyok, Gárdonyinak milyen szándéka volt vele. Na, ez az első Veráncsics írt a könyv. Gondolom latinul van, természetesen. Ja, igazából nem ez a lényeg. Ez se nagyon lényeges, ez se... Ez az. Ez itt egy kakukktojás. Vagy esetleg egy rejtett üzenet? Fogjuk rá. Ez az első darabkája a mi kis kirakósunknak, ami majd ebbe fog kelleni majd. És ezeket a kis cuccokat fogjuk összeszedni ezekből a könyvekből. Yeah! Hát az első megvolt. Jött a második, az már nem lesz ennyire egyszerű. De az még nem is a nehezebbek közé tartozik.
úgyhogy let's go. Köszönöm, hogy ilyen sokat segít. Ugyan kérem. Örülök, hogy részt vehetek a furcsa nyomozásaiban. Van még felkutatandó könyve? Igen, ha megengedi, nem sokára visszatérek egy újabb szerző nevével. Jöjjön csak bátran. Örömmel megkerestetem a művet ezzel a masinával. Igazán nem nagy fáradtság. Ilyen rendes ember. Rendes figura.